A következő műsorunk megtekintése 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Köszöntöm nézőinket, Önök Hozam című gazdasági magazinunkat látják, Jala Jászmin Grész vagyok. Nézzük, mit kínálunk a mai műsorban. Elképesztő szélvihar csapott le az országra. 22 honvéd kadét kapott arany és ezüst gombot. Olcsóbbak lettek az alapvető élelmiszerek. Kiváló szakembereket képeznek Dombóváron. Január utolsó hétvégéjén sok helyen óriási károkat okozott az erős szél. Elsősorban a fóliás, zöldségtermesztéssel foglalkozó gazdálkodókat sújtotta nagy mértékben. A veszteség enyhítésének nélkülözhetetlen feltétele, hogy a károsultak minél előbb keressék fel a falu gazdászukat és jelezzék a káreseményt. Az Agrárminisztérium mindeközben költségvetési átcsoportosítás révén rendkívüli és közvetlen támogatási lehetőséget biztosít a kárt szenvedett gazdálkodóknak. A január végi hatalmas szélvihar a mezőgazdaság terén a fóliás kertészetekben okozta a legnagyobb károkat. Mint az Agrárminisztérium által kiadott közleményben is szerepelt, a tárca megkezdte annak vizsgálatát, hogy költségvetési átcsoportosítás révén milyen módon lehetne rendkívüli, közvetlen támogatási lehetőséget biztosítani a kárt szenvedett vállalkozóknak. Ezzel egy időben a minisztérium felkérte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamerát, hogy a falu gazdászok bevonásával segítsék a gazdálkodók kárfelmérését. Itt szeretném fölhívni a gazdálkodó figyelmét, hogy amennyiben történt keresemény, keres éppen falugazdászokat, mert hogy tapasztalataink alapján komoly segítséget tudunk nyújtani ezen területen is. Ahhoz, hogy valakinek, hogyha bekövetkezett bármilyen keresemény a viharkárok folyamán, hogy első lépésként a Magyar Államkincstárral tudjuk felvenni a kapcsolatot, ha a gazdálkodónak szüksége van rá, akkor természetesen segítünk. Hogyha önálló meg tudja oldani, akkor a MÁK-nak van egy ilyen elektronikus oldala, ahol fel tudja keresni az államkincstárat, és a kárnyítési alapba be tudja jelenteni a kárát. Botos Ferenc azt is hozzátette, nagyon fontos, hogy a kárbejelentés a veszteség elszenvedésétől számított 15 napon belül a Magyar Államkincstár erre szolgáló elektronikus felületén be legyen jelentve. Van egy másik, ami tulajdonképpen egy új kockázatkezelési lehetőség a gazdálkodók részére, és itt ebben szeretném felhívni a figyelmüket, hogy a tavalyi évben létrejött egy új innovatív rendszer, ami egy krízisbiztosítási alapot jelent. Itt az ügyfeleknek, vagy a gazdálkodóknak nem csak arra van lehetőségük, hogy a növényi kultúrában elszenvedett károkat tudják kompenzálni, illetve tudjanak kártérítést kérni, hanem az előállított képek, szerkezetek, berendezésekbe is tudnak egyfajta segítségnyújtást kérni ezzel a krízisbiztosítási alappal. Nem saját hibából bekövetkezett kára van, ami a jövedelmekben jelentkezik, akkor ez a krízisbiztosítási alap erre nyújt segítséget. Egész pontosan, hogyha egy adott éven belül a jövedelme 30%-kal csökken, akkor ennek a 30%-nak, tehát hogy meghagyja még a 30%-ot, akkor ennek a kompenzációja nagyjából olyan közel 70% lehet. Ezt a kettőt, hogy amit az államkincstárnál, a kárnyítési alapnál bejelent ügyfél kárként, illetve a krízisbiztosítási alapot vesszük figyelembe, akkor azt kell mondanom, hogy nem azt mondom, hogy teljes mértékben meg tudja oldani a problémáját, viszont a harmadik eleme, amivel ezt tudja mi kompenzálni, az az üzleti biztosítás. Hogyha ezt a három elemet veszem figyelembe, akkor a gazdálkodóknak lehetőség van arra, hogy a lehető legtöbbet hozzák és a legoptimálisabb szinten hozzák megszabadott kárjukat. Tolna megyében 11 káresetről tettek bejelentést, ezeknek a túlnyomó többsége a fóliás termesztéssel foglalkozó gazdáktól érkezett. Nem volt jellemző eddig, hogy például ilyen jellegű viharkár legyen télvíz idején, és sajnos ez is bekövetkezett, ami jelzés érdekű. Úgyhogy szeretném felhívni a gazdálkodók figyelmét arra, hogy vegyék fel a falugazdászokkal kapcsolatot, mert azon felül, hogy intézésben tudnak segíteni, üzleti biztosításokban is tudnak segíteni, és a legjobb ajánlatokat tudják nyújtani annak érdekében, hogy pénzügyileg, illetve a pénzügyi tervezésükben lehető legjobban tudjanak tervezni közép és hosszú távon. Nagyon fontos az, hogy nagyjából a
gazdálkodónak 10-15%-a vesz igénybe ezt a lehetőséget, ezeket a lehetőségeket. Én biztatnám őket, hogy kezdjenek ezzel komolyan foglalkozni és gondolkodni, mert valóban jelentősen meg tudják oldani a pénzügyi krízis helyzeteket ezek az alapok, ha valaki tervszerűen megtervezve építi fel a vállalkozását. Tavasztól szeptemberig tartó időszakban a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának van egy egyedülálló rendszere, ami a jégkár enyhítése szolgál, viszont a téli viharok okozta pusztításokra nem igen lehet felkészülni. Ezért minden gazdálkodó számára javasolt megfontolni a mezőgazdasági biztonsági háló újabb eleméhez történő csatlakozás lehetőségét, amit idén február 1 és 28 között tudnak megtenni. Gombot kaptak a legjobb tanulók. Kiváló tanulmányi eredményük elismeréseként a Tolna megyei szakképzési centrum Ady Endre Technikum és Kollégiumban idén 22 honvéd kadét tanuló kapott arany és ezüst gombot a gombadományozó ünnepélyen. A program 2017-ben indult, célja, hogy így motiválják a diákokat a minél jobb eredmény elérésére. A gombátadó ünnepségnek immár hagyománya van a Tolna megyei szakképzési centrum, Ady Endre Technikum és Kollégiumban, hiszen a 2017. szeptemberében elindult honvéd kadét képzésben a diákok kollégiumi nevelőjének kezdeményezésére már az első fél évben bevezették a rendszert, hogy így motiválják a tanulókat a minél jobb eredmény elérésére. Ezúttal ismét sok kadét érdemelte ki az elismerést, köztük van a 11. osztályos Tóth Barbara, aki 3 aranygombot kapott, ezzel pedig évfolyam első lett. Kiskorom óta erre a szakra készültem, hát pontosan nem is tudom, engem mindig vonzott a katona élet. Nagyon jól érzem magam, mert minden 4 kadét évfolyam olyan, mintha egy család lenne, mert összeszoktunk és nagyon jól kijövünk egymással. Jákob Kristóf végzős diák is 3 aranygombbal büszkélkedhet. Azt mondja, mindig is törekedett arra, hogy jó jegyei legyenek. Amióta az eszemet tudom, én katona szeretnék lenni, és ez a szak volt a legtökéletesebb ahhoz, hogy megvalósítsam a céljaimat, és hogy ezután megfelelő pályára lépjek, itt tudok a legjobban felkészülni. Szerencsére édesanyám meg apukám így nevelt, hogy még általános iskolába is a maximumot hozzam, úgyhogy itt is az alapvető dolognak számított nekem. Kontár Balázs szintén végzős tanuló és osztályelső lett. Elmondása szerint a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre készül. Igazából amióta az eszemet tudom, a katonásdi mindig is ott volt az életemben, és ez egy állandó biztos pont, biztos megélhetés, és nekem gyakorlatilag ez az életem. Nagyon jól érzem magam az iskolában, és ezen felül még más egyéb programokon is részt veszek, amik ezt az életformát erősítik. A gombátadás a tanulmányi eredménytől függ. Ezüstöt 3,5-ös átlagtól, aranygombot pedig 4,0-től kaphatnak a diákok, 4,5-től 2, az osztályelsőknek pedig 3 arany kitűző jár. Hogy milyen átlaggal lehet, ha a képfolyam első a honvéd kadét képzésben? Hát 4,7-4,8-es átlagra erre minimum szükség van. Nem egyszer volt már 5,0-es átlaga is annak a tanulónak, aki ilyen 3 gombot viselhetett, és nyilvánvaló az, hogyha a tanulók egymáson ilyet látnak, akkor az motiválhatja arra is, akinek még nincs ilyen gombja, hogy szerezzen ilyen gombot. Tehát, hogy ő igenis tanuljon jobban. Ennek a következményei kézzelfoghatóak, azt gondolom, hiszen ők egyfajta szervezeti keretben nevelődnek, hiszen mégiscsak a honvédelem irányába próbáljuk orientálni ezeket a tanulókat, még ha civil szakképesítést is szereznek, illetve civil szakmát szereznek akkor is, de mégis az a szervezeti keret, amit a formaruha és maga a képzés ad, az egy nagyon fontos kellékként ezt a dolgot magával hozza. Ez azt jelenti, hogy amikor ők közöttük rangsort, illetve feladatoknál felelős kell megnevezni, akkor a több gombot viselők, illetve a fényesebb gombot viselők azok nyilván előtérbe kerülnek, illetve az ő szerepük mindig kiemelt lesz. Ha úgy tetszik, akkor ők rajokat, szakaszokat, szobákat tudnak vezetni egy-egy időszakban, nyilván ez attól függ, hogy éppen az értékes hogyan zajlik. Minden egyes fél évben ezt felülvizsgáljuk. Tehát most az első fél év értékelése zajlott, és az a tapasztalat, hogy nem csak a fiúk és nem csak a lányok kapnak nagyon szép gombokat, hanem ez teljesen változó lehet. Egyik évfolyamban fiú, másik évfolyamban lány, tehát én azt is mondanám, hogy ez nem egy fiú szakma. Ez a honvéd kadét dolog, mert hogy a lányok legalább annyira képviseltetik magukat, nem csak a részvételben, hanem az eredmények elérésében is. Ez látszik a versenyeken is egyébként, hiszen majd amikor mennek a Kinizsi Földházkupára, vagy lövészversenyre, vagy bármilyen versenyre, ott a lányok is nagyon szép eredményeket érnek el, és a fiúk is, hál' Istennek. Ez már csak kiegészíti ezt a rendszert. Miért mondtam, hogy ez kézzelfogható eredmény?
eredményt is jelenthet, az nem csak arról szól, hogy látszik az ő évfolyam jelzésükön, hanem a rendszerben új elemként megjelent a Bérbelog Ádám ösztöndíj, ami viszont tanulmányi átlaghoz kötődik. És nem is kismértékben kötődik hozzá, 3,5-nél kezdődik a tanulmányi ösztöndíj, és ez nagyjából 11 ezer forinttal indul, de aki 4,5 fölötti átlagot ér el, az havonta több mint 33 ezer forintot kaphat. 9-es tanulóként azt gondolom, hogy ez nem zseppénznek nevezném már. A Honvéd kadét képzés az iskolában már 6. éve zajlik. Ez azt jelenti, hogy folyamatosan iskolázunk be tanulókat, és most a szakképzési rendszerek a változásaival újrajutottunk odáig, hogy egész osztályt tudunk beiskolázni a kadétokból. Egy nagyjából háromszoros túljelentkezéssel tudunk évfolyamot indítani, ez azt jelenti, hogy azért a jobbakat tudjuk fölvenni. Nyilván, amikor ilyen képzésről beszélünk, akkor beszélni kell a fizikai alkalmasságról is. Természetesen a felvételi rendszernek nem része a fizikai alkalmasságnak a mérése, de tájékoztató jelleggel egy fizikai szintfelmérőt, hát hogyha a vírushelyzet is megengedi, mindig szervezünk a jelentkezőknek, főleg azért, hogy majd amikor bekerülnek a képzésbe, akkor ne legyen meglepetés az, hogy egy kicsivel azért erőteljesebb fizikai igénybevételnek vannak kitéve, mint a többiek. Nyilván a NetFit mérés alapjain elindulva tudunk a gyerekektől olyat kérni, amiben ők szoktak teljesíteni és tudnak teljesíteni, tehát semmi újdonságra nem kell számítani, de arra mindenképpen, hogy igenis fizikálisan ők igénybe lesznek véve. Szoktam mondani, akit fölveszünk erre a képzésre és a rendészre is ezt szoktuk mondani, hogy fusson, sokat fusson. Az megalapozza a fizikai erőnlétét. Természetesen ez kevés ahhoz, hogy ő belőle honvéd kadét legyen, itt tanulmány eredményre is igencsak szükség van. Február 1-én lépett hatályba az Ástoppa boltokban. Magyarország kormánya az alapvető élelmiszerek, mint például a kristálycukor, liszt és étolaj árát befagyasztotta. Ennek értelmében az utóbbiak ára nem lehet magasabb a tavalyi október 15-i összegnél. Az emberek többsége azt mondja, az intézkedés nagy segítség számukra. A mindennapos bevásárlást érintő lényeges változások léptek életbe hazánkban, miszerint február 1-től 7 alapvető élelmiszerre árstoppot vezetett be Magyarország kormánya, amelyek ára nem lehet magasabb, mint amennyi tavaly október 15-én volt. A felmérések alapján havonta több ezer forintot is spórolhatnak az intézkedésnek köszönhetően a családok. De minden társadalmi helyzetben lévőnek segít. Ez a 78 éves férfi azt mondja, 7 unokája van, ezért nagy segítség számukra az árak korlátozása. Szoktam combot vásárolni, kenyeret, lisztet, főz a feleségem, süt, ez nekem mind jó. Egyes üzletek mennyiségi korlátozást vezettek be a hatósági áras termékekre. Ennek oka, hogy mindenkit ki tudjanak szolgálni, és elkerüljék a túlzott felvásárlást az érintett árucikkekből. Van, aki azt mondja, örül annak, hogy ezzel pénzt tud megtakarítani. Brutálisan megemelték az árakat, és ki van téve, hogy akciós. Holott nem akciós, mert vagy régi áron, vagy emelt áron árusítják. Fischer Sándor a Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke szerint a vállalkozókat és a vásárlókat is változóan fogja érinteni az árak befagyasztása. Természetesen vannak nagyon egységek, akik könnyebben tudják ezt átélni, hiszen ő számukra van egy olyan helyzet, hogy tudnak érvényesíteni beszerzői ár megállapodásokat, és ennek következtében olyan nagy nehézségeik nincsenek. A vevőket, vagyis a fogyasztókat természetesen pozitívan érinti, mert ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy olcsóban tudnak szerezni alapvető élelmiszereket és cikkeket, legalábbis erre a rövid 3 hónapos időszakra. Orbán Viktor még január 12-én jelentette be az árstoppot. A kormány célja, hogy megvédje a családokat a rendkívül magas európai energiaárak miatt kialakult élelmiszerár növekedéstől. Sikerült megfékeznünk a benzinár növekedést, bevezettünk egy kamatstoppot a jelzálog hitelek esetében, és van egy rezsicsökkentéses politikánk, vagyis fix áron kapják a magyar családok az energiát, ez megvédi őket. De közben más termékek, fontos termékek ára nő, ilyenek az élelmiszerek. Ma úgy döntöttünk, hogy 6 termék esetében kristálycukor, búzafinomliszt, napraforgó étolaj, sertéscomb,
csirkemell és a 2,8%-os tehéntej esetében beavatkozunk az árak alakulásába. Ez azt jelenti, hogy ennek a hat terméknek az árát vissza kell vinni arra a szintre, ahol a tavalyi év október 15-én állt. Ez minden üzletben meg kell, hogy történjen, és február 1-től kezdődően már ezen az áron lehet őket megvásárolni. Az árstopp a tervek szerint május 1-jéig tart. A Tolna megyei szakképzési centrum Apácai Csere János Technikum és Kollégiumban mindenkori cél, hogy magasan képzett, a tudásukat jól kamatoztatni tudó szakemberek kerüljenek ki az iskola falai közül. Főként technikumi osztályokat indítanak, így a diákok nem csak a szakmára tesznek szert, hanem érettségit is szereznek az oktatás 5 éve alatt. A Tolna megyei szakképzési centrum Apácai Csere János Technikum és Kollégium egy több mint 100 éves múltra visszatekintő oktatási intézmény. A hagyományok ápolása mellett a folyamatos megújulás is jellemzi az iskolát. A szakképzésben rejlő új lehetőségek bővülésének köszönhetően az utóbbi években, az utóbbi 2 évben létszámgyarapodást tapasztaltunk az iskolában, és ez azt jelenti, hogy nem csak a 9. évfolyamosok jelentkezésen látszik meg ez a létszámgyarapodás, hanem a felnőttek is megjelentek az iskola falain belül. A magyar nagyvállalatok támogatásával képzünk munkaerőt, és az mellett, hogy ezek a képzések azért nem a legkönnyebbek, de a munkaerőpiacon nagyon jó elhelyezkedési lehetőségeket biztosítanak. Az új szakképzésnek köszönhetően ösztöndíjat tudunk fizetni a diákjainknak, illetve, hogyha duális képzésben vállalatoknál tanulnak, akkor munkaszerződéssel munkabért is kaphatnak. Az iskola nagyon jól felszerelt szaktantermekkel, a legújabb, legkorszerűbb technikai eszközökkel van ellátva, úgyhogy a képzéseinkben ezek nagy segítségünkre vannak, és folyamatosan bővítjük és korszerűsítjük az eszköztárunkat, hogy a legújabb és korszerűbb tudást tudjuk a diákoknak átadni. Az intézménybe az általános iskolából hozott pontok alapján külön felvételi vizsga nélkül kerülhetnek be a tanulók, és számos szak közül választhatnak. A 9-es diákokat főként technikusi képzésekkel várjuk. Ezekre a képzésekre az jellemző, hogy 5 évesek, és a technikumi végzettség mellé érettségi vizsgát is adnak, ami a felsőoktatásban, a továbbtanulásban is megnyitja a lehetőséget számukra, pláne, hogy a szakirányban tanulnak tovább. Közlekedés és szállítmányozás ágazaton belül a vasútforgalmi szolgálattevő technikus képzést indítjuk. Ez elsősorban azoknak szól, akik a vasúti közlekedés, illetve a légi, illetve a közúti közlekedés iránt érdeklődnek, és ennek az irányításában szeretnének a továbbiakban gondolkodni. Gazdálkodás és menedzsment ágazaton belül a pénzügyi számviteli ügyintéző képzéssel várjuk az érdeklődőket. Informatika és távközlés ágazaton belül a szoftverfejlesztő és technikus képzéssel várjuk a hozzánk jelentkezőket. Ennek a képzésnek a specialitása az, hogy a Budapest School-lal közösen jött létre ilyen pilot jelleggel ez a dolog, és az ő módszertanukkal képezzük a diákokat a legmodernebb technikai eszközök segítségével, és nagyon fontos, hogy az egyéni támogatás, tehát minden diáknak külön mentora van, és egyénileg támogatjuk őket a tanulásban. Rendészet és közszolgálat ágazaton belül a közszolgálati technikus képzésünk, ami jelen pillanatban a 9-esek számára egy nyitott dolog. A rendőrség, katasztrófavédelem, tűzoltóság irányába, aki szeretne esetleg mozdulni, nekik ajánlott ez a szak. Nagyon jó fizikai erőlét kell, és hát nyilván egy példás magaviselet erre a szakra. A gépészet ágazatban a vasúti járműszerelő technikus képzéssel várjuk az érdeklődőket. Elsősorban a fiúknak ajánlanám ezt a szakmát, aki esetleg nem sajnálja beolajozni a kezét, és a gépészet iránt a különböző ilyen fémes eszközök iránt érdeklődik. Nagy örömünkre az oktatás ágazaton belül jövőre tudjuk indítani az oktatási szakasszisztens képzésünket, ami most már technikumi képzésként annak minden előnyével tud indulni. Ide elsősorban azokat várjuk, akik az oktatásban, óvodákban, esetleg pedagógiában szeretnének továbbiakban gondolkodni, és iskolákban, óvodákban, bölcsödékben, esetleg szociális otthonokban dolgoznának. A vasút megkeresésére indítjuk el az elektronika és elektrotechnika ágazaton belül a közlekedés automatikai technikus képzésünket. Ez egy új képzésként fog a következő évtől indulni. Elsősorban azokat várjuk ide, akiket az elektronika, elektromos áramkörök, illetve jelzőberendezések és a közlekedés biztonság technikája érdekel.
Az iskola rendelkezik egy okos tanteremmel, a legkorszerűbb eszközökkel felszerelve, emellett pedig egy a környéken egyedülálló természettudományi labor is megtalálható az intézményben. Nem csak a saját diákjaink, hanem a külsős partner intézményeinknek a diákja is ellátogathatnak, és használhatják az eszközöket, és nagyon, nagyon érdekes kísérleteket végezhetnek a természettudományos tárgyak tekintetében. A vidékről érkező diákokat egy jól felszerelt kollégium várja. Nyilván a diákok elsősorban tanulni jönnek hozzánk, de a tanulás mellett azért időt kell szakítaniuk sokszor a szabadidő eltöltésére is, és az iskola ebben is bőven segítségükre van. Nagyon sok hagyományos rendezvényünk van, ballagás, szalagtűző, amiket minden évben megtartunk, illetve szoktunk tavasszal rendezni kifejezetten apácai napokat, ilyen diáknap jelleggel, ahol a diákoknak különböző érdekes sportrendezvények, vetélkedők és olyan dolgok vannak, amik ezeket a fiatalokat érdekelhetik. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! A műsor támogatói: Tolna megyei szakképzési centrum, Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara.